Köszöntök mindenkit nagy-nagy szeretettel. Talán meglepődtetek, hogy én köszönök be itt Bence helyett az ő videójában, mert ez most az ő videója lesz. Sokat járunk mindenféle viszonylatokon. Az én külön állok és dumálok sorozatomban mutattam olyan vonalakat, ami hozzám kötődött és emlékeim voltak. Most egy kicsit az ő napja jön. Ő talált ki valamit, már itt menet közben azon nem vitatkoztunk, csak beszélgettünk, hogy tényleg ez valamikor hanyas villamos volt, majd megnézzük itt menet közben, ahova most elmegyünk. Indulunk a belső Ferencváros, középső Ferencvárosba, megnézzünk ott egy villamos vonalat, és nekem a kapcsán rengeteg mindenféle emlékem van, úgyhogy ezeket is meg fogom mutogatni. Szerintem majd menet közben Bence is bejelentkezik, úgyhogy induljunk, aztán kalandozzunk. Itt vagyunk a belső Ferencvárosba, illetve mindig rosszul mondom, középső Ferencváros, a belső az még beljebb a még belvárosi rész, tehát középső Ferencváros. Itt a sarkon a Balázs Béla utca, Tali Kálmán utca sarka, ide azért álltunk meg egy pillanatra, mert ez a sarki épület, amit majd a Bence ráfordul, ez a Balázs Béla utca 14 volt, 1990 májusa és 1996 januárja között laktunk itt, Bence akkor még nem volt, ketten költöztünk a feleségemmel, aztán 92-ben ő már itt kezdte meg földi pályafutását, úgymond, mikor megszületett, tehát itt élt velünk. Nagyon jó kis ház volt, nagyon kellemes lakás a második emeleten. Itt, ha kicsit majd ezt is nézzük, most ilyen modern épület lett, ezen már az a folyamatos felújítás során épült házak közül, akkor itt meg ezek nem voltak, hanem földszintes épület volt, aminek az volt az előnye, hogy a második emeleti ablakunkból ráláttunk arrafele a Gellért hegyre, úgyhogy például augusztus 20-án nagy szobába, kényelmesen fotelből nézhettük a tűzijátékot, ez már akkor a Bence 3-4 éves, talán még a harmadik évébe is már így volt, és akkor talán már ez neki is egy élmény, bár azt mondja, hogy semmire nem emlékszik. Biztos túl sok dobozos sört és ropit fogyasztott már akkor is. Mester utcánál vagyunk, behúzottunk itt a Kánikó elől egy fa alá, és tulajdonképpen egy gondolat, és ez a mondani valom lényege, hogy mikor a Bence kicsi volt, még ilyen nullától kettőig, tehát nem nagyon járt, akkor rengeteget lehordtuk, akár még este is egy ilyen levegőzésre, de miután hát még kicsi volt, nem akartuk babakocsiztatni, mert ugye ez itt nem a legtisztább volt a levegő a városi porog miatt. Egy ilyen hordókába cipeltem őt, volt súlya meg mérete, de azért jó volt, és már akkor is a nyári időkben is hihetetlen hangulata van ennek a Mester utcának. Bence mutatott talán egy képet róla. Ez a zöld, ezek a platánfák, ahogy belógnak, ez nagyon-nagyon hangulatossá teszi. Én állítom, hogy Budapest egyik leghangulatosabb utcája, de hogy a kerületünké, Ferencvárosé, az tuti. No, hát eredetileg, amikor kitaláltam, egyébként én is üdvözlök mindenkit, amikor kitaláltam ezt a koncepciót, akkor még apa nem szerepelt benne, ez tegnap jött egy ötletként, hogy jöjjön ő is, és akkor neki is lenne itt a vonallal kapcsolatban gondolata. Én az 51 és az 51A-ról szeretnék beszélni. Egyébként az érdekessége az 51-es villamos viszonylatnak, hogy ugye ez valamikor a régi 51-es ugye a Bivaj rétet szelte át, és a Lajos Mizsei mellett ugye volt a végállomása, és a 40-es villamossal volt egy összeköttetése. Aztán a későbbiekben ez lett itt a Mester utcából indulván az 51-es viszonylat. Érdekessége, hogy volt ez 21-es és 30-as is, de 2011 májusától, ez most már 51-es viszonylattal fut, a 2B villamos létrejötte, viszont ezt a villamos vonalat eléggé átalakította, és az 51-es egy ilyen jelentéktelen járattá vált, és ilyenkor hétvégén nem is jár ez, az 51A-val tudunk közlekedni egészen a Koppány utcáig, ezt meg is fogjuk tenni, és beszélünk majd a villamos viszonylatnak az életéről, alakulásáról, de mindenek előtt szerintem szálljunk fel, de várjuk még meg, mert a háttérben most fog itt bekúszni. A turistákat marhára nem érdekli egyébként, hogy jön a villamos, és bekúszik a 1587-es Hanoveri ide a
másik nem tudom milyen pályaszámú Hannoverink mellé. Úgyhogy gyertek, menjünk! No, fel is ültünk itt a Hannoverire. Ugye, ahogy mondottam nektek, az 51-es teljesen el lett kaszálva itt a hétvégén, de tulajdonképpen nincsen értelme. Ugye a metrópótlásnak a kapcsán jött létre az akkor még 2M viszonylatszámjelzéssel futó villamos, aztán ugye ez akkora nagy sikerrel futott, hogy megtartották, és létrejött többek között ugye a 2B, bár most azon gondolkozom, igen, a 2B jött létre, mert ugye volt egy másik villamos, abból pedig most 23-as lett, és az megy a keleti pályaudvarra. Ez viszont a 2B a Jászaitól felderíti egész Erzsébetet, és így az 51-esnek a kis hurokban való közlekedése jelentéktelenné vált, hiszen ezt megoldja a 2B. Így tehát hétvégén nincs is 51-es, hétköznap pedig csak a csúcsban közlekedik, délután 2 órakor a délutáni csúcsba kezdi meg a szolgálatot, illetve a reggeli órákban természetesen, de a kettő között csak az 51A-val lehet közlekedni, és azért a Koppány utcáig, egyrészt mert ott tud visszafogni, másrészt pedig fontosnak tartották, hogy az innen közlekedők el tudjanak jutni a Tescóig. Menjünk! Olyan jól elmondtam, hogy most már nem veszem újra, de helyesbítenem kell saját magamat. A 2M természetesen a keleti pályaudvarra közlekedett, és abból lett a 23-as. A 2B pedig mint egy új járatként jött létre, hiszen ugye időközben létrejött a Haller Delta, és ezzel közvetlen kapcsolatot tudtak teremteni a belváros, a Jászai Mari tér, valamint ugye egész Erzsébet között. De amit halljátok, indulunk. Na, és itt láthatjátok a 23-as, 24-es villamosvonalnak a vonalát, itt keresztezzük is. Ugye itt van az a kapcsolat, ahol a 2B leválik erről a vonalról és megy a Jászai fele, ugye az 51A pedig megy a Mester utcához. És tulajdonképpen hát nem egy csonkába, hiszen a 4-es, 6-os villamossal van üzemi kapcsolata, de nincs ilyen jellegű közlekedés, ugye a mindennapokban csak üzemi kapcsolatként tartják fent. Gyorsabban ideértünk, mint a menetrend azt szerette volna, így most várakozunk, de érdekességképpen megmutatom nektek, ugye ez az A vége a 1575-ös pályaszámú villamosnak, de itt van a villamos eredeti hannoveri pályaszáma. Ez valamelyik villamosokon már le van kopva, valamelyikén még tökre jól látható, ezen például tök jól látható, hogy ő volt a 6031, és az A vég volt ez. Hát ez csak érdekességképpen, ugye folyamatosan fix lépcsősé alakítják a villamosokat, de nem mindet, hiszen nincs mindegyikre szükség, úgyhogy nem tudom, hogy például a 1575-ös sorra kerül-e, vagy sajnos selejtezik, hiszen rengeteg hannoveri villamos fognak selejtezni. Na, és akkor a közlekedési kollégától a városvédő kolléga veszi át a szót, meg a nosztalgiázó, meg az emlékeket felidéző kolléga. Leszálltunk az 51-áról itt az 5. megállónál, remélem, kicsit közel tettem a mikrofont, eddig is hallottatok. Tehát az a lényeg, hogy ez itt a Máriási utca, és innentől egészen, ha majd megyünk befele, Mester utca, Illatos út, Gubacsi út, végig a viszonylaton, akkor mindenféle emlékek föltódulnak bennem. Az Állok és Dumálóban már beszéltünk, meséltem sokat, hogy így a József Attilán, József Attila lakótelepen nőttem föl, meséltem édesapámról. Hát itt volt a Máriási utca 5-7 szám alatt a Belkereskedelmi Szállítási Vállalat 3-as üzemegységének a telephelye. 1976-ban kerültek ők ide. A Jász utcában Angyalföldön volt az alapbázis, de hát már annyi teherautó volt, hogy nem fértek el, és akkor megkapták ezt a területet, ami már ma már nem is úgy néz ki, mint ahogy annak idején. Itt egy hatalmas áruház épült, a túloldalon modern lakópark, majd egy kicsit rá engedünk tekinteni, viszont egy dolog megmaradt, ez az épület, ez a csarnoképület akkor is itt a BSV telephez tartozott, és majd egy kicsit, ha arrébb megyünk, akkor itt a kapu látszik, ahol annak idején a bejárat volt, hát már nem ez a kapun, de itt a kapu bejáron mentek be a teher autók, és parkoltak be egy hatalmas telepen. Csupa-csupa jót tudok erről mondani, nekem ez volt a világom gyerekkoromban, ez a szállítás. Utána én ilyen iskolát végeztem el, és ilyen területen dolgoztam, szállítmányozás és fuvarozási cégeknél, a legkedvesebb a Hungarokamion és a Transkamion volt számomra.
És itt belém ivódott a szakma, tehát amikor ilyen szakmai vizsgákat kellett tenni középiskolába vagy a forgalmi tiszti iskolán, én egy métert nem tanultam, mert 10-11 éves koromtól itt láttam, hogy mennek a dolgok. Tehát én az a tipikus ember vagyok, aki nem a könyvekből, hanem a szakmai rálátásból tanultam meg, hogy mit és hogy kell csinálni. Úgyhogy itt erről szól a sztori. Egy kicsit megpróbálunk arrébb menni, mert az, hogy itt megmaradt ez az épület, és szépen felújították, az egyik része, de volt még egy másik épület, nem tudom az pontosan mi volt, de a telephelyen belül volt, amilyen műemlék védelem alá helyezték, úgyhogy aztán itt hiába ez a hiper-szuper modern építkezés, annak az épületnek meg kellett maradnia. Megnézzük, hogy rátalálunk-e és mi van vele. Na hát nyomozzuk ezt a Máriási utca 5 hetet meg a belkereskedelmi szállítási vállalat telephelyét. Egy régi emlék jut eszembe, sokat bejöttem, ugye édesapámmal ezt már meséltem, de ő is sokat mesélt, hazajött a munkából, és akkor kérdeztem, hogy mi újság, mi történt ma. Jaj, ne is mondd, már megint át berohant egy bika az udvarra, vagy egy ló, és ez nem mese, gyerekek, ez valóság, ugyanis a BSV telep mellett volt a Vágóhídnak egy részlege, ahol az ilyen levágásra váró jószágokat tartották, és azok helyenként elszabadultak, és akkor valóban előfordult olyan, hogy ott hajkurázták a Vágóhíd szakemberei ezeket a jószágokat, remélem közben jó a hang, szakemberek a jószágokat, aztán persze elkapták, és szomorú sorsa jutottak, és ezt az egészet csak azért mondtam most el, mert ebbe a nagy kóvágásunkban kicsit javítanom kell magamat, ahol az előbb álltunk meg, és ott a Bence csinált is az épületről egy snittet, a Borjó sárcsarnok. Na, volt a Vágóhíd, amit valóban a telep mögött volt, és ahol most állunk, kicsit arrébb jöttünk, ez volt itt mögöttünk a belkereskedelmi szállítási vállalatnak a telephelye. Azért zavart meg ez az egész engem, mert arra tőlem jobbra van a Máriási utca, miközben a telephely itt van, és régen meg itt volt a Máriási utca. Ezt valahogy kicsit áthelyezték, vagy elcsúsztatták, vagy egy ilyen elalakba elvitték az utcát, és megtartották a Máriási utca nevet. Úgyhogy ez itt mögöttünk a régi telephelynek az épülete. Kicsit majd arrébb megyünk, hogy azt a műemlékvédett toronyt is még közelebbről meg tudjam mutatni, mert arról beszéltem én itt alapba. Rátaláltunk itt a lényegre, tehát ez a rész itt volt régen a Máriási utca, amit most nem is látok, hogy most mi, de mondom, lehet, hogy valahogy az egész egy utca név alatt szerepel, vagy itt az átépítés miatt még nem találták ki. Mondd, hogy csörgő. Csörgő van, gyerekek. Aha, igen, látom én is. Mizsei csörgő, éppen itt a Kelemföld irányába megy, tehát kicsit akkor a városvédő kolléga átadta a szót a közlekedési kollégának, de vissza a városvédelemhez, meg a régi élményekhez, tehát itt van mögöttem ez az ominózus toronyépület. Van egy-két ismerősöm a Facebookon, akik ilyen porbafingó 4 éves korom óta ismernek, és ismerősök vagyunk, akik itt a BSV-nél dolgoztak, bár nem mindenki ezen a telephelyen, de hát, ha valaki lesz, aki megnézi a videót, és akár oda kommentelhetné, hogyha emlékszik rá, hogy mi volt ebbe az épületbe akkor belül, ami akkor a telephelyhez tartozott, biztos valami irodák lehettek. De ez az épület, mondom, amit ilyen műemlék védelem alá helyeztek, már akkor is valami volt erről szó. És ezért van az, hogy itt a modern épületek között ezt nem lehet lemondani, úgy néz ki, hogy valami felújítás alatt van. Lehet, hogy valami funkciót kitalálnak neki. Egyébként az egész BSV sztorit lezárandó a kezdetéről, 1976-ban költöztek ide édesapámék, és akkor ment az a szöveg, hogy ez csak egy ideiglenes telephely lesz, mert majd itt építik a Hungária gyűrűt, az új Dunahiddal, itt majd csatangol az egyes villamos. Hát jó pár évnek el kellett telni, mire ez az egész megvalósult, de valóban a 76-os tervekben is már szerepel, mert én közel 10 évesen már emlékszem, hogy ilyen elképzelések voltak, és végül is megvalósult, úgyhogy ebből van az, hogy ma már minden másképp néz ki, mint annak idején. No, és akkor visszatérünk az 51-es vonalához. Közben fordul ki a villamos.
Itt még nem láttam egyébként fix lépcsős Hanoverit. És igazából számomra a vonalnak most jön egy ilyen jellegzetes és érdekes pontja, hiszen tudjátok, hogy nagyon szeretem az ilyen elhagyott gyári környezetet és részeket. Hát ebből majd most bőven fogunk kapni, sőt még iparvágányba is fogunk ütközni, úgyhogy jó hosszú videó lesz. Visszatértünk az 51-es villamosnak a vonalára, majd jön az 51-á, és megmutatom nektek, hogy itt a Koppány utcánál hogyan fordul. De mindenek előtt megmutatom nektek, hogy halad a belgrádi vasútépítés is, hiszen itt a kelebiai vasútvonalnak a átvezető felüljáróját láthatjátok, ahogy itt közben. Azt hittem, hogy a villamos jön, de a volánbusz jön, ami egyébként, ha jól gondolom, igen, ez tulajdonképpen a pótlóbusz a kelebiai vasútvonalhoz, hiszen a délegyházi buszok, amik egyébként menetrendszerű buszok, tehát nem pótlóbuszok, csak ugye a kedves MÁV ráfogta a vasútnál arra, hogy van volánbusz, tehát nincs konkrétan pótlójárat a keleti pályaudvarra, és itt közlekednek ezek a délegyházi, taksonyi, mindenféle járatok, mert ugye van, ami taksonyt feltárja, mint egy ilyen hop-on-off busz kb. És vannak olyan átlós járatok, amik gyors járatoknak minősülve a településeket átszelik az 51-es főúton. Tehát erről Andris többet tudna beszélni, és nem is erről szól most a videónk. Azt még megmutatom nektek, hogy itt a valamikori közvágóhídi villamos remíz, ami ma már Budapest Park, az oldalába hogyan haladt a villamos. Egy pár felsővezeték tartó oszlop csonk is megvan, de azok is el fognak tűnni, hiszen hogyha oda hátra néztek, akkor a V-hídas logót láthatjátok, nem véletlen, hiszen Ferencváros és Kelenföld között pedig ugye bővül a pálya. Nézzük meg, hogy állnak itt a munkálatok. Nem, a villamosról nem maradunk le, srácok, de azért ezt megmutatom nektek, hogy milyen komolyan épül a pillér. Egy pár hónappal ezelőtti videómban itt még konkrétan csak előkészületek voltak, és mögötte ment a villamos, a 23-as, igen, most már mondjuk nevezzük nevén az állatot, a 23-as villamos, és itt volt a valamikori közvágóhídi villamos remíz, de hát ennek egyébként van emléke, ugyanis a Budapest Park megtartott 3 vagy 4 darab felsővezeték tartó oszlopot lefestette pirosra, és ilyen dekorelemként használják, mert egyébként, ha jól emlékszem, semmit nem tartanak. De menjünk, ne maradjunk le a villamosról, valamint ugye a visszafogásról, hiszen a Koppány utca, ahogy mondtam, az 51-ának a végállomása, eszméletlen sebesen fejlődik ez a vasútépítés. Ugye az egyik oldalon a déli körvasút épül, a másik oldalon a kelebiai, úgyhogy itt most teljesen felfordult a vasúti élet. Ugye még egy érdekesség, hogy láthatjátok, hogy ilyen ideglenes felsővezeték tartó oszlopok lettek kialakítva. Ez mind ugye a két vasútépítés kapcsán jött most ide létre. De lényeg a lényeg, hogy menjünk a Koppány utcához. Igen, mert a kisfiúnak fogalma se volt, hogy mi ez, de a város. Ezt úgy is kivágom. Édesapa nem vágott ki. Jön az 51, várjál. Édesapa meg elmagyarázta neki, hogy mi ez az ideiglenes akármi. És közben jön a villamos, ami kocsi színbe tart, utasokat nem szállít. Ja, nem baj. Valami az, van vele. Szerintem az. Ott van egy lámpája. Van. Aha. No, tehát az 51-es beállt a Koppány utcai végállomásra, és ugye kocsi színbe megy. De ez minket nem zavar. Mögötte pedig jön a 2B, ami tulajdonképpen elvette az 51-esnek a főszerepét. Hát olyan ez, mint amikor a Michael Keatont lecserélték a Val Kilmerre a Batmanbe. Itt a 2B vette át az 51-es szerepét. És nagyon sokan szeretik egyébként ezt a járatot. Hugom is. Bár én biztosan nem mennék a Pacsirta teleptől egy órán keresztül bármilyen villamossal a Jászaira, mert az valami eszméletlen unalmas. De egy átszállás nélkül benn van a városba. Igen, de én inkább szeretek. Én tudod, hogy milyen vagyok. Én szeretek átszállni. Jó, és most praktikai szempontból mindenképpen jó, az tény, persze. Maratoni, mert mi is utaztunk rajta a feleségemmel, és egy újjászülettünk, mire kiértünk Soroksár külsőre, vagy egy Pest Erzsébetre, de praktikai szempontból mindenképpen jó.
Ugye nyilván itt úgy van menetrendesítve, hogy ilyenkor ne zavarja a forgalmat az a visszafogás. Hát elég érdekes egyébként így végállomásozni. És akkor a holdfényjelző árnyékából csinálunk róla egy nyit. Tehát nem, ezek szerint nem kocsit színi menni, pedig az volt rá kiírva, de újra megy a mesterre. Elég unalmas járat lehet itt a villamosvezetőknek ez a gyors fordulgatás, nem nagyon szokták szeretni. De ahogy látom, még menetrendesítve nincs indulása, tehát egy újabb lámpaváltást fogunk kivárni. Ha csak nem jön a 2B, mert mi azzal úgyis tovább megyünk, és a fő lényeg egyébként az irányváltás volt itt a Koppány utcánál. Nekem is van egy pár gondolatom. Ugye ez a Gubacsi út. Annak idején édesapámmal itt jöttünk a kis tűzpiros kispolszkinkkal, hogy mentünk be a Máriás utcába a munkahelyére. Tehát rengeteget eljártunk. Az akkori érdekesség, hogy ugyanígy megvoltak a villamos megállók, de nem volt járdasziget. Tehát megállt itt az út közepén a villamos, és az utasoknak az úttestre kellett leszállni, és úgy léptek föl utána a járdaszigetre. Hát ugye a Kressz szabályai szerint ilyenkor a hátulról közlekedő autónak a villamos végébe meg kellett állni, és megvárni, míg a utascsere megtörténik, úgymond. Tehát ez volt az egyik ilyen érdekes. A másik, ami ez a részhez úgy emlékként fűz, ami itt mögöttem, ez a lepusztult épület az út túloldalán. Ez valamikor a budapesti húsipari vállalatnak az üzemei voltak, amihez csak annyi közön volt, hogy amikor ilyen középiskolás korú lettem, akkor fiúként ugye kötelező volt ilyen honvédségi előkészítő tanfolyamra járni, tehát a sorkatonai szolgálat előtt, már még a középiskolából nem tudom, minden tanévben egy 5-6-10 ilyen foglalkozáson részt kellett venni. Marhára utáltam, mert viszonyogtam az egész katonaságtól, meg az egész sorkatonai szolgálattól, tehát ez akkor egy dolog, hogy én mit éreztem, kötelező volt. Viszont itt a húsipari vállalatnak volt valami kultúrépülete, talán ilyen kis helyiség, és itt csináltak ezt a továbbképzést, úgyhogy rengeteget jártam akkor ide. Ennyi, nem túl kellemes emlék, de mégiscsak emlék. Az út akkor nem ilyen aszfaltozott volt, hanem macskaköves volt, de hát ez azt hiszem akkor természetes. És akkor elbúcsúzunk már a hannoveriekről, vagy hannoveriektől, hiszen továbbiakban már csak a 2B-vel tudunk itt tovább közlekedni. Úgyhogy jön is. Egyébként egy gyönyörű szép KCV lesz. Nem itt terveztünk leszállnia, de itt szálltunk le a Magyar Aszfalt nevezetű megállónál, és itt van a 1759-es Csille kiállítva, kisvasúti vágányon. De semmilyen hozzátartozó kis szöveg, vagy hogy ez minek az emlékeit a Magyar Aszfaltnál. Úgyhogy gondolom, hogy itt is voltak ilyen belső mozgatások, különböző iparvágányok majd lesznek, és annak nyoma is van, és arról többet tudok, de erről konkrétan, erről a Csilléről nem, hogy itt a kisvasúti vágányon álló kis Csillének milyen háttérsztória van. Ha tudjátok, akkor írjátok meg. Én életemben először látom ezt. Teljesen véletlenül, pont abban a sávban a villamosból szúrtam ki. Utolsó percben állítottam meg a villamos. Nem is örült nekem a villamosvezető néni, de hát vasárnap délután van. Én is szívesebben enném otthon a rántott csirkét, ha villamos kéne vezetnem, de most itt nekem jó. Na gyertek tovább! Itt vagyunk a Kén utcai villamos megállónál. Az érdekesség az, hogy az én gyerekkoromban egyébként nagyon jellemző volt ez a villamos megálló standard kialakítás ezzel az esőbeállóval. Ugye ez rendes téglaépület. Nyilván ma már abszolút nem gazdaságos azokhoz képest, amiket létrehoznak ezek az üveges villamos megállók. Ezen kívül volt még egy standard, ami nálunk például az Epreserdő utcai villamos megálló volt, ami nem ilyen tégla berakásos volt, hanem ilyen régi, hát nem ilyen palatető, arra még szalad a zöldre. Igen. Az nem palatető, az ilyen, nem tudom, ilyen fém elemekből, fém lapokból állt. Úgyhogy a lényeg, hogy megyünk most, ott van az illatos út, és majd ott már apa fog bejelentkezni egyéb témával, nem villamossal kapcsolatban. Egyébként voltak különböző iparvágányok, a velünk párhuzamosan futó út, az a Külső Mester utca, megérne egyébként egy misét, hogy majd egyszer végig sétáljunk rajta. Ott még meg is van az út keresztben, legalábbis tavaly még megvolt az egyik iparvágányi kiágazás, de most nem ezt akartam megmutatni, hanem az, hogy Budapesten már olyan ritkán lehet látni egy ilyen teljes utcát, ami még az eredeti macskaköves. És itt például ez a... Az még mindig Kén utca?
azt gondolom, akkor a Kén utcának a folytatása, az még ilyen retro macskaköves. Az Illatos út és Gubacsi út sarkán vagyunk, közben elvirág harzik mellettünk a aktuális 2B. Az én kis kerületem, vagy a mi kis kerületünk, ez a Ferencváros, egy nagyon érdekes kerület. Fények és árnyak követik egymást. Hál' Istennek már egyre inkább csak a fények, de azért vannak árnyak. A mi kis József Attila lakótelepünk mindig Budapest, meg az egész ország egyik legjobb lakótelepe volt, egy zöldövezeti lakótelep, ahol most bementünk a középső Ferencvárosba. Az is most már nagyon klasszul modernizálódik, mutattam nektek a Mester utca hangulatát. A belső Ferencváros az pedig már egy ilyen belvárosi jelleg, és akkor jön a árnyoldal, ez a külső rész, ez a rozsdaövezet, ahol itt a Illatos úton a vegyipari gyárak voltak, meg most is léteznek, meg ahol most szépen megálltunk itt a fűbe, ez valamikor egy ilyen Lidl szomásos fekete pont volt, ez az úgynevezett dzsungúj, ilyen nagyon rossz állapotú épületek, kívülbelül egyaránt, talán még komfort se nagyon, a lakóközösség is elég vegyes összetételű, méltatlan volt, még ha nem is az elit ről van szó, de bármilyen ember szerintem méltatlan körülmények között élt itt, nem szabad senkit bántani. És nekem volt szerencsém itt egy lakásba bejutni, amit meséltem talán valamelyik ilyen állok és dumálokba, vagy a Bence reggeli műsorába, hogy az én édesapám egy barkasz típusú kocsival járt, mint szolgálati autó, egy ilyen mikrobusz, vagy ilyen dobozos jellegű, tehát nem egy konyvás, és neki volt egy sofőrje. Egy nagyon rendes ember, a családjával itt laktak, Olá Gusztávnak hívták, elmondhatom talán a nevét, sajnos már biztos nincs köztünk, mert akkor is egy felnőtt volt hozzám képest, mint gyerek, és sokszor bizony itt fölmentünk hozzájuk, megnéztük a körülményeket, a lakást, hát nekem gyerekként ez persze borzasztó volt, mert én ugye a József Attilának a csendjéhez, nyugalmához voltam hozzászokva, ez meg egy roppant zűrös környék volt, ilyen bicskony nyitogatós emberek, meg stb. Tehát itt sötétedés után azért csak aki itt lakott, de ő is szerintem csak mindenféle védőfelszereléssel. Egy idő után itt tulajdonképpen a túloldalon is, ha egy picit fordulunk, voltak ilyen dzsungúj házak, most ott ilyen modernebb épületek vannak. Azt a részt már nagyon régen, még a 80-as években lebontották, ahol most állunk, ez már kőkeményen a 90-es évek második felébe. Lebontották, ha nem a 2000-es elején, mert még én is emlékszem. Elképzelhető, igen. Lebontották az épületeket, elhelyezték a bennlakókat, vagy akik már ugye kihaltak, vagy elköltöztek azokat az épületeket, a bejárati ajtónál, meg az ablakoknál falaszták, mert képesek voltak föltörni mások is, elfoglalni a lakásokat, és aztán itt maradt a helyén ez az üres terület, nem is tudjuk, hogy milyen elképzelés van. Hát elég, most csúnya szólót mondok, lepra környék, tehát ha itt épülne egy modern valami sorház, ilyen lakóparki jelleg, én biztos nem vennék benne lakást, mert ahhoz ez egy gyalázatos környék. Szerintem ez is itt a probléma, úgyhogy ennyit erről a környékről. Megint egy villamos, lassan szaladunk tovább a fegyver és gázkészülékgyár irányába, ahol közlekedési kollégámnak és nekem is, mint városvédő retro kollégának is lesznek emlékei, hogy megyünk oda. Menet közben vagyunk, és városvédő kolléga hívta fel a figyelmét közlekedési kollégának egy érdekességére, Timót utcai villamos megálló, és ez az a rész, ahol még mindig úgy áll meg a villamos, amit én meséltem. Bence mondta, hogy valahol a 12-es. 12-es vonalán is van egy ilyen, vagy vannak ilyen jellegű megállók, tehát itt is úgy van, hogy megáll a középen a villamos. Jó, itt elég keskeny az úttest, de azért mégiscsak el tud suhanni egy autó, de az utasoknak ugye az úttestre kell lelépni, úgy lép fel a járdára, addig a villamos mögött meg kell állni a gépjárművet. És mielőtt valaki bekommentelni, hogy bezzeg külföldön, elmondanám nektek, hogy Szlovákiában, Pozsonyban ugyanígy vannak ugyanilyen villamos megállók. Tehát, hogy ez nem egy ilyen magyar sajátosság. Tudomány volt szerintem. Hát ugye eleve a körülmények is adják magukat, hogy elég keskeny ezen a szakaszon az út. Most vagy szélre hozták volna a villamos sineket, de akkor meg középen az autók nem férnek el egymás mellett, maximum ha a sinek közlekednek. Szerintem ez egy ilyen kényszer szülte megoldás, bár azon a szakaszon, ahol jöttünk följebb, és ott amit ugyancsak meséltem, hogy ilyenek voltak, ott az viszonylag szélesek voltak az úttestek, mégis így volt, spóroltak a járdaszigettel.
És ha már itt vagyunk, akkor meg is mutatom nektek, hogy a 2B-t és az 51-es most úgy különböztették meg, mint végállomás elnevezés, hogy az 51-esnek Erzsébet falvát adtak, és ugye a 2B pedig Pest Erzsébet pacsírt a telep. Nekem ez borzasztóan nem tetszik, zárójelben megjegyzem, de láthatjátok, hogy mennyire kiszedték az 51-es villamosokat. Tehát 9 órától itt egészen délután 14:36-ig 51-es viszonylat nem közlekedik a tanítási időszakban hétfőtől csütörtökig, mint látjátok. Úgyhogy, hát ahogy mondtam, a 2B ellenben egy nagyon szép és sűrű menetrenddel kiszorította az 51-est, de hát való igaz, tényleg felesleges. Azt viszont nem tudom, hogy hol van még ilyen tábla, ez nagyon retro, és pont amiről apa az előbb beszélt, hogy ugye vigyázat, itt a villamosról leszállnak az emberek, és ugye a közútra szállnak le. De ilyen retro táblát én nem 1000 éve láttam. No, és akkor itt apa fog mondani valamit, nem tudom mit, mert itt vagyunk a fegyvergyár utcai megállóba. Igen, hát megint eljöttünk egy megállót, megint csak, nem már unalmas, de megint egy olyan megáll, ahol az útesre kell leszállni. De most éppen nem jön a villamos. A fegyvergyár kapcsán fegyver és gázkészülékgyár, ugye pontosan az én gyerekkoromban hívták. Annyi emlékem van, hogy valahogy a mi iskolánknak volt egy ilyen kapcsolata a gyár, hát nem magával a gyárral, hanem a gondolom ilyen kis alapszervezeten keresztül, vagy valamilyen mozgalmi részen keresztül. És nekünk 7.-8.-ba már eljött az az idő, hogy szeptemberben mindig 2 hetet dolgozni kellett. Gondolom, hogy szokjuk a munkaszagát alapon, és akkor ide a fegyver és gázkészülékgyárba jöttünk, és gépsorok mellett valami persze olyan tevékenységet folytattunk, amivel sok kárt nem okoztunk, hát fegyverek közelébe nem kerültünk, inkább a gázkészülék üzembe voltunk. Tehát ez az egyik ilyen emlékem, hogy 2 heteket itt elmelóztam 2 szeptemberbe is. Meg annyi még az emlékem, hogy itt valóban valamilyen kis alapszervezeti kapcsolat révén volt, gondolom, egy kis titkár, aki nekünk programokat szervezett, úgyhogy jó néhány ilyen péntek délután ilyen lazulás címén itt volt valami kultúrhelyiség, és akkor akár egy filmvetítés, akár valami társas játékozás, vagy csak egy ilyen kis sütis, üdítős megvendégelésbe volt része az osztályomnak, egy iskolatársaimnak, úgyhogy a munka engem sose zavart, mégis egy érdekesség volt, hogy itt hogy zajlanak az dolgok. Ezek a kultúrprogramok meg viszonylag kellemes emlékek. Hát annyi az egészről még, hogy itt végig, ahogy jövünk már az illatos úttól itt fölfele, ugye, ha arról jövünk, akkor jobb oldalt, itt a régi fég területe látható, ami ugye egy ideje már megszűnt. Most van olyan rész, amit itt valami más cég átvett és némileg felújított. Az Unix. Igen, például Unix. De van olyan rész, ami kicsit arrébb, hogy jöttünk, ilyen lepukkant, és tényleg ilyen rozsda övezet, amivel nem is tudom, hogy mit lehetne kezdeni. Nekem mindig az volt egy ilyen gyerekkori elképzelésem, hogy az egészet így ledózerolni, és valami modern, szépet építeni, akár ilyen lakópark jelleget. De hát ugye ez nem ilyen egyszerű, hogy az én kis fejem mit akar, mert tudom, hogy ez egy ilyen átminősítési folyamat. Meg én ugye el tudom képzelni, hogy ahogy a vegyi műveknél volt az óriási balhé, hogy mik voltak a földben, milyen káros anyagok, szerintem itt is legalább egy 2 méter mélyen mindent el kéne tüntetni és újra föltölteni, mert eszméletlen minden lehet ezeken a területeken, tehát ez valóban egyértelműen a kerületünknek az árnyoldala. Ennyit egyelőre, aztán majd én még egy ponton a végén bejelentkezem. Egy kis gyerekkori izgalomról még mesélek nektek. No, és akkor itt van a vonalon egy érdekes pont, az 51-es, most meg már 2B vonalán, hiszen valamikor egy iparvágány keresztezte. De nyilván a villamosból kiszedték a keresztet, viszont ezen oldalon nem aszfaltozták még újra az utat. Így tehát még itt közben még a macskakő is megvan. De a területen belülre egyszer már belestünk, elég nehéz, de ha jól emlékszem, nincsen meg, igen, nincsen. A területen belül leaszfaltozták, úgyhogy ennyi maradt itt meg az iparvágányból, és egyszer megírtátok nekem, hogy konkrétan ez itt mi volt ezen a területen, mert ez már nem a fegyvergyár, de valami talán vegyipari cég, vagy textilipari cég. A lényeg, hogy nem csak ennyi az érdekessége, ugyanis ez egy vontatóvágány volt, és ebből több iparvágány is kiágazott. Megpróbáljuk felderíteni, hogy mi van még ebből meg. Én jó pár évvel ezelőtt voltam ezen a vonalon, akkor még elég sok látszott belőle. És nem tudom, hogy te hol akarsz beszélni itt. Majd a végén akár, egy kicsit följebb, mikor már mindennel vége. Igen, de viszont mi arra megyünk. Hát de utána nem ide jövünk? Hát arra már hazamegyünk, idénél fogunk kijuttatni a Mártirok utcai villamos megállónál. Aha,
Ja, jó, jó, jó. Jó, hát végül is nekem már csak itt egy ilyen kicsit hatáselem van a végén, ilyen emlékem, ahol itt állunk. Ugye akkor is itt volt régen a villamos végállomás, akkor még 13-as, a mostani 3-as helyett 13-as villamos járt. És egy ilyen emlékem, hogy egy ilyen fegyvergyári munkából, ahogy jött ki az osztályunk, akkor ideig ballaktunk le, és itt szálltunk fel a villamosra, és mentünk vissza az iskolába, és jó humorú osztálytársam, mikor jött be a villamos, akkor így meglendített, és én majdnem beestem a villamos alá, és a osztályfőnökünk Ani néni egy jó reflexzel elkapott, és visszahúzott, visszarántott. Úgyhogy talán az ő reflexének is köszönhetem, hogy most megszülethetett ez a műsor. Nem jöhetett volna létre ez a műsor, ha nincs édesapám és édesanyám, plusz Ani néni, mert ő elkapott, és így sem hősi halált nem haltam, nem kerültem bele a címoldalakra, az újságokba, vagy nem váltam kerekesszékes rokkantá, tehát ez egy kicsit most ilyen dramatikus, de azért akkor nem tűnt olyan feltűnőnek, mint esetleg utána már felnőttként, mikor belegondoltam, hogy nem lett volna jó beesni a sinek alá. Úgyhogy ez a részemről a végszó. Bence még itt mutogatja, vagy keressük még itt a régi emlékeket a vágány kapcsán. Mondtam, ez egy mondható vágány volt, hiszen maga a mi vágányunk, az itt jött ebben a sávban, de ebből a vágányból volt egy kiágazás, ami ezen a telepen keresztül ment, és nézzétek csak meg, bár a vágány itt nincs meg, de itt van a bakja. De nem csak a bak van meg, hanem ott viszont megvan a vágány is. A lényeg, hogy bejöttünk ide, és a vágány innen fel is tűnik, mert van róla egyébként videó, át is megy ugye a Ferencvárosnak a egyik leghosszabb kihúzója, ami egészen elmegy a Gubacsi hurokig, ugye a 3-as villamos hurkáig. Ja, telefonálsz? Jó, apák közben telefonál. Szóval a lényeg, hogy megpróbáltuk felderíteni, hogy itt látszik-e valami, és ide azért nem tudtam soha bejönni, mert ez itt az FKF-nek egy hát ilyen magánterülete, szóval nem is nagyon lehetne ide besétálni. De semmi nem látszik, és viszont itt egy hatalmas nagy dzsindzsa van, és őszinte leszek, apa sem, de én sem szeretnék már dzsindzsázni, amióta kullancscsípésem volt, addig azóta nem preferálom ezt. Úgyhogy, és nem a kullancscsípés, hanem a lime-kor miatt, amit utána kaptam. Úgyhogy a lényeg, hogy ezt a videót most itt így is hosszú lett, lezárom, én is. Úgyhogy legyetek jók, itt tehát az ipar vagy vontatóvágányból már semmi nem látszik, csak ott a ipari területen belül. Úgyhogy legyetek jók, és én magam részéről is megköszönöm nektek a megtisztelő figyelmet, mindenkinek jó egészséget és kellemes hetet, úgyhogy sziasztok!